az igen tisztelt jelenlévőket, hogy álljunk fel, és énekeljük el a magyarországi németek himnuszát. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik megtisztelték a mai könyvbemutatónkat. Először is köszönteném püspök atyát, dr. Varvara Jus atyát. Kérem, tessék! Nagyon köszönöm, hogy eljött és be fogja mutatni nekünk a könyvet. Azért kértük őt fel, mert hiszen ő levéltáros múlttal is rendelkezik, és a nógrádi település, sőt a Váci Egyházmegye templomait és azoknak festményeit igen jól ismeri, és ezért ő szakavatott előadóként fogja bemutatni. Természetesen szerzőnket, dr. Hauser Sándor urat is nagyon nagy tisztelettel köszöntöm. Csaba atyát, Győri Fáji Csaba esperes főhelyesüket, polgármester asszonyunkat, Schmidt Józsefnek, és a Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettesét, Kucserai Gyulát. És mindannyiunk Nusi nénie nagyon szabadkozott, hogy most ide ki kell neki ülni, de mivel a sváb szótár újra nyomtatása is megtörtént, ezért őt, mint szerzőt köszönhetem. És most pedig átadnám a szót polgármester asszonynak, hogy röviden köszöntse az egybegyűlteket. Köszöntöm Hauser Sándor urat, akivel már találkoztam, mert ő a könyvírója. Örülök, hogy 300 év után újból Berkenye történetét megismerhetjük, illetve a 300 évét. Köszöntöm Csaba atyát, aki négy falu plébánosa, többek között Berkenye is. A Magdit, aki a Német Önkormányzat helyettes vezetője, és a falu mindenese Anus néni, aki a kultúrától, főleg a kulturális tevékenységben nagyon nagy segítségünk, és kívánom, remélem, hogy még továbbra is nagyon sokat fog nekünk segíteni. Ha 300 évről beszélünk, Berkenyét a történelem viharai nem kimérték. Én inkább a háború utáni időszakról beszélek, mikor 1945-ben a mi családunkból is 5 embert elhurcoltak, azt követően meg a rokonságunkból kitelepítették a családtagokat Márjanosztrára és Kospalagra. A mi családunkból 5 ember vett részt a Málenki robotroba. Hála Istennek az 5-ből 6-an érkeztek haza, az a 6. én voltam. 3 hónapos koromban hozott haza édesanyám,
Németországból, Muppertba születtem, Türingiába. Édesapám egy erdélyi székelyember. Akkor egy nagyon nehéz időszak volt. Lehet, hogy egy kicsit elfogult vagyok a családunkkal kapcsolatban, mert egy nagyon sokat szenvedett család volt. De hála Istennek, a jó Istenbe vetett hitük, az összetartozásuk, a család egymás iránti szeretete minden nehézségen túlvészelte őket. Utána rokonságunkat 1948-ban kitelepítették. Nem voltak 46-ban, akik a falun belül, de a mi rokonainkat Kóskalapra telepítették ki. Nagynénémnek rokonsága, a nagymama 3 napig kint aludt a patakparton. Egy jóvoltú család volt, és olyan helyre telepítették ki, ahol fakilincs volt, és a kamrában még ablak se volt. Úgy gondolta, hogy ő ilyen körülmények között nem tud létezni, nem tud élni, és ez nem történhet meg, hogy az ő családjának itt kell élnie. 3 nap után kénytelen volt a nagymama is beköltözni abba a kamrába, és 2 év után újból hazatértek Berkenyére, sok nehéz munka után erdőbe dolgoztak Kóskalapon, sikerült annyi pénzt összekuporgatni, hogy visszajöhettek Berkenyére. Mikor ezeket a történeteket meghallom, elszorul a szívem, és bizony sírás nélkül nem tudom végig hallgatni. Tehát, ahogy elmondtam, ez a falu egy nagyon sokat szenvedett falu volt. Aztán a zsarnoki rendszernek nem volt még ez elég. 1970-ben következtek a körzetesítések, összefonások. Szeret nélküli településé vált Berkenye. Először közigazgatásilag összevonták a szomszéd faluval, azután gazdaságilag is. Az emberek sírtak, mikor ezt a falut kiürítették gazdaságilag. A gazdasági major kiürült, az emberek munkahelye megszűnt, és egy elkeseredett település volt. 1960-ban, amikor újfalusi atya ide költözött, ide helyezték őt Pévis Győrből, mindig mesélte nekünk, hogy összeszorult a szíve, mikor Berkenyére érkezett, egy sáros, kátyús faluba érkezett, egy szegény településre, ahol a lakások eléggé meg voltak már viselve. Sáros utcán jött be, és nagyon összeszorult a szíve. Akkor vigasztalodott meg, mikor kinézett az ablakon, és látta ezt a gyönyörű tájat, a Börzsöny, akkor egy kicsit megvigasztalodott. 1971-ben, 72-ben, mikor ezt a falut gazdaságilag összevonták, bizony kilátástalan helyzet lesz. Én mindig is szerettem a településemet olyannyira, hogy mindenféle tisztséget elvállaltam, voltam tanácstag, BB-tag. Sajnos ebben a közös egységben, ami akkor volt az összevonások során, jól kitalálta az akkori politika, hogy az ilyen kis falu ne érvényesülhessen. Egymagam voltam BB-tag Berkenyéről, persze nem tudtam érvényesíteni jogaimat, annak ellenére, illetve a falu iránti jogokat, annak ellenére, hogy minden testületi ülésen harcoltam a településért, de amikor fel kellett rakni a kezünket, akkor 5 VB-tag körül én egyedül voltam. Tudni kellett, hogy akkor ugye természetesen minden nemű javaslatot leszavaztak. Amikor már 1989-ben éreztük, hogy van lehetőség a önállósulásra, egyébként első képzett önálló Berkenyen. Mikor Salgótarjánba mentem a megyei hivatalra, azt mondták, hogy az 5. szobába, jaj, az a falu, amiben így kell bemenni. Tehát a megyén sem tudták még, hogy egyáltalán, hogy hol van ez a kis hadszáberkes falu. Örülök annak, hogy 1990-ben voltak társaim, barátaim, kollégáim, akik segítettek abban, hogy ezt a falut újból talpra lehessen állítani. Sokan mondják, hogy én az a típusú ember vagyok, akit a ajtón kiküldenek, az ablakon bemegyek.
Természetesen van, amikor ezt megtettem, most már 30 év után, 29 éve vagyok a falu polgármestere, ezt nem kell megtennem. A falut már mindenhol ismerik, nem csak megyén belül, megyén kívül is, és azt hiszem pozitív példa ez a település annak, hogy igenis összefogva, összetartva a faluért tenni az eredmények előbb-utóbb hosszú távon beválnak, és a falu gyarapodását szolgálják. Összességében én lehet, hogy csak az utóbbi 50 évről beszéltem, de ezt értem át, erről tudok bizonyosan olyanokat mondani, ami tények, és amit átéltem. Én köszönöm az embereknek, hogy ilyen szép számmal eljöttek, köszönöm azoknak az embereknek, akik segítettek abban, hogy a falu végül is ide eljutott, minden segítőtársamnak, támogatónak, hálás szeretettel gondolok rájuk, megköszönöm áldozatos munkájukat, és kívánom a falu valamennyi lakójának még sok-sok örömet ebben a településben, családjukba egészséget. Köszönöm, hogy meghallgattak. A most megjelent új könyvvel kapcsolatban szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Ez a könyv is a 300. évfordulóra jelent meg. 300 évről beszélünk, 3 évszázadról, ami történelmi léptékkel nézve nem tűnik túl nagy időnek, amit mi emberek át tudunk fogni, ahhoz mérten viszont sok. Nagyszüleinkről, dédszüleinkről vannak még emlékeink, fényképeink, esetleg sírjaik a temetőben. Ők a 19. század vége felé születtek, tehát az átlagember számára, aki nem a múlt kutatásával foglalkozik, még másfél évszázad kézzelfogható értelmezése sem könnyű. Ha visszaszámolunk, akkor a betelepülés óta a mostani fiatalok és gyerekek a 10-11. Generáció, akik itt Berkenyén nőttek fel. Úgy gondolom, hogy ahogy az ember gyarapodik az évek számában, mindinkább érdekli a múlt, keresi a gyökereit. Közeledvén a 300 éves évfordulóhoz, többen úgy éreztük, hogy kevés az, amit Berkenye betelepüléséről tudunk. Tennünk kell azért, hogy közelebb kerüljünk falunk Berkenye 300 évvel ezelőtti eseményeihez. Azt hiszem, akik kézbe fogják venni ezt a könyvet, azt is foglalkoztatják azok a gondolatok, hogy őseink honnan, miért és hogyan kerültek ide a Börzsöny lankáival körülvett festői környezetbe, hogy itt letelepedjenek. Kérdéseink megválaszolására a legszakavatottabb embert, mégpedig Hauser Sándor főlevéltáros urat kerestük fel Schmidt Józseffel egyetemben az elmúlt évben Balassagyarmaton. Ő az, aki Nógrád várának történetét és Szentehely múltját is kutatta, tehát a szomszédos településekről már volt információja. Az őshazával kapcsolatban, amit tudtunk, elmondtunk neki. Ő azonban azt mondta, hogy az most ismert teóriáink csak feltevések, nem biztos, hogy azok megállják a helyüket, ha utána néz. Hát sajnos részben igaza lett, hiszen 8 településnek írtunk levelet, akiket úgy tudtuk, hogy őslakosaik onnan származnak, de igazából a visszaigazolás nem történt meg, csak egyetlen település esetében, és hát sajnos volt, ahonnan igazából választ sem kaptunk. A könyv szerzőjétől minden esetre azt kértük,
hogy mutassa fel az őshazával kapcsolatos iratokat, és próbálja meg behatárolni azt a területet, ahonnan őseink Berkenyére jöttek. Kiderült, hogy a szálak a korabeli Würzburgi egyházmegyéhez vezetnek. A könyvben, amit majd megvásárolhatnak, és ajándékként tiszteletpéldányokat is adunk ki, láthatják, hogy a mai Németországban hol helyezkedik el ez a terület. Nagy örömünkre szerzőnk teljes mértékben igazolta egy személynek az odajövetelét, vagyis, hogy ott született, és itt halt meg Berkenyén. Ez a település pedig Neubrunn település, amely Würzburgi járásban van, és ma Bajorország területén fekszik. Természetesen, akiknek majd lesz idejük a jövőt illetően, és ki fogják mutatni, hogy családjaik, az egy-egy családok honnan jöttek, ez a könyv támpontot és segítséget fog nyújtani. Kértük azt is szerzőnkről, hogy kutassa fel azt is, hogy Berkenye a betelepítése, vagyis 300 évvel ezelőtt, hogy és milyen formában létezett. Erről egy oklevél előkerült, amelyet a könyvben külön betétlapként láthatnak, tehát ez a fontos irat 1300-ban említi Berkenyét. Tehát akkor is volt már itt település. És az újratelepülés 300 évvel ezelőtt történt. Hihetetlen, majd gondolom önöknek is meglepetést fog okozni a könyv tartalma, hogy milyen adatok, milyen sokféle, sokfajta adatok találhatók benne. Őseinket a Váci püspök hívta ide, és az ő jobbágyai voltak. Azért hívta ide, hogy itt boldoguljanak, és utódaiknak élhető körülményeket teremtsenek. Hitük átsegítette őket a sok nehézségen, amelyből az elmúlt 3 évszázad alatt akadt bőven. Polgármesterasszony az elmúlt 78 év nehézségeit ismertette. Bízom abban, hogy a könyv, amely a múltról fontos képet kíván nyújtani, elősegíti a szomszédos településekkel, Nógráddal és Szendelyel is a jobb egymás mellett élést, hiszen rávilágít arra, hogy esetleg miért lehetett ellentét Nógrád és Berkenye lakosai között, Szendelynek pedig ugyanúgy a gyökerei vagyunk, hiszen az innen elszármazottak hozták létre Szendely települést. Én köszönetet mondok a berkenyei német nemzetiségi önkormányzatnak, hogy felvállalta a könyv kiadását, és megbízott bennünket Schmidt Józseffel, hogy segítsük elő ezt a megvalósítást. És a költségeket is a berkenyei német nemzetiségi önkormányzat viselte. Úgy gondoljuk, hogy 300 évvel ezelőtt itt Berkenyén egy sikertörténet indult el. Aki ma ide ellátogat, az úgy gondolom érzékeli ezt. Ez büszkeséggel kell, hogy eltöltsön minden mai élő berkenyeit, és mindazokat, akik elszármaztak, de az ősök vére csörged az ereinkben. A település jövő héten, igen, egy kétnapos nagyszabású ünnepel készül, és építkezés is történt. Ezt megláthatja mindenki. Mi a könyvvel szerettünk volna tisztelegni a 300 év emlékére. Kérem, hogy fogadják-e könyvet ajándékként erre az évfordulóra, amely reméljük, hogy mindenkit közelebb visz a múlt megismeréséhez, őseink tiszteletéhez és településünk Berkenye szeretetéhez. Kedves jelenlévők, a mi számunkra
ez a mai nap, október 6-a egy örömnek. De a nemzetnek gyásznak is, hiszen ma emlékezünk azokra, akiket a szabadságért aradon kivégeztek. Én arra kérem majd ezt követően önöket, hogy álljunk fel, és Nusi néni vezetésével mondjuk el egy mindazok mindazok lelkiüdvért, akik népünkért és nemzetünkért adták életüket. Kérem tehát, álljunk fel, és imádkozzunk. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék be Jézus Krisztus. Mindörökké. Most pedig, mielőtt önfőn bemutatását elkezdenénk, egy múltba történő utazásra hívom önöket, melyben versek és hazáról szóló dalok fognak elhangozni. A vers egy imakönyvről szól, hiszen őseink igen vallásosak voltak. Kérem tehát Ildikét, jöjjön és hallgassuk meg a verset, utána pedig Bogi Zolit és Gilné Bogi Katalin kérem, hogy énekeljenek majd nekünk a hazáról. Revicki Gyula imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus imben glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre főmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt év, a kedves ákác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán zárt szemén, apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mint sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőr ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt hajangul egy kevés, aranyos fürtjeimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, emittett szentnek vézna képe, s egy régi halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérő van nehéz úton, s vigasztalást vegyít a kínhoz a Te imád, ó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom, legyen a Te akaratod. Föl nem panaszlom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, s hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem, megalázva idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléket szentül őrizém. Thank you.
Köszöntöm elsősorban polgármester asszonyt, főlevéltáros urat,
mindannyiunkat, akik megjelentek el, Lord Szent Jézus Krisztus. Elnézést kérek, hogy személyes dologgal kezdem. Polgármester asszonynak a szavai engem is nagyon mélyen érintettek. Tudnélik, anyai ágban nálunk magyarok nincsenek. Vagy németek, vagy olaszok. És bizony annak idejében édesanyámnak is védekezni kellett, mert hiszen erre a málenki robotra éppenséggel őt is vinni akarták, és ez alól kellett neki kibújni. Szerencsésen megtörtént, és a gyerekkori emlékeim között ott van ez, ami akkor is édesanyámon keresztül nagyon mélyen érintett. Aztán, mint papot, ugyancsak mélyen érintett a baráti németségnek a helyzete, sorsa, hiszen őket csak nem teljesen megsemmisítették, ugyancsak a kárpátaljai németségé, akik nagyon súlyos megpróbáltatásban részesültek, vannak, akik túlélték ezt a megpróbáltatást, és ugyancsak mélyen érint a bácskai németségnek a sorsa. Ők közülük sokan elmenekültek Pácrátódra, vagy éppen Vácra, és bizony még nyomtattam azokat a német ajkú kedves híveket, kedves testvéreket, akik németül mondták el az imádságot, már azonban már mindannyian meghaltak. Hát vidámabb dolgokra térjünk rá. Ez a dolognak egy olyan része, ami hát bennem mély együttérzést kelt. Ahogyan hallottuk, Berkenye lakosai 300 esztendővel ezelőtt érkeztek ide az akkori váci püspök Altan Mihály Frigyes telepítési szándékának megfelelően. Származási helyük Bajorország, mint ahogy hallottuk, Würzburg környékén található az igazi hazájuk. A szerző először természetesen a falura vonatkozó újkori narratív forrásokat ismerteti. Ebben a tekintetben a Beke Márton 1791-ben készült említése az első. Bél Mátyás könyvében 1742-ben még csak a falu helyét jelölték a térképen. A hely Vályi András összeírásában is szerepel, 1826-os megeleírásban már önálló cikket találunk a faluról, mely Nógrád közelében annak határában van. A betelepülés valószínűleg sértette a nógrádiak gazdasági érdekeit, ezért a két falu lakossága között ellentét fejlődött ki. A nógrádiak első Lipót idejére tették Berkenye telepítését. A most megjelent könyv a falu történetének első 60 esztendejével foglalkozik. Mivel Berkenének, mint ahogy hallottuk, középkori előzménye is van, ezért az erre vonatkozó középkori források ismertetésével folytatódik a könyv. 1299-ből és 1300-ból oklevél említi a helyet Terra néven, azaz ekkor még lakatlan volt, és később alakult faluvá. Nógrád határában a Dömösi Préposságnak is volt birtoka, ebből és Udvarhely Pusza nevéből arra következtet a szerző, hogy Nógrád, Negerfalun és Szántó esetében királyi birtokról volt szó, mely a tatárjárás után a váci püspök birtoka lett és igazgatási központja Nógrád ára volt. Ettől kezdve Berkenye története szorosan összefügg a váci püspökség történetével. Az államalapítástól kezdve a tatárjárásig a nógrádi vár közigazgatási központ volt. Berkenyen a török hódoltság ideje alatt a nógrádi vár törökök által történt elfoglalása után 1544 lakatlanná vált. 1570-ben a török összeírásokban felmerül Udvarhely puszta neve,
melynek jövedelme fele annyi, mint berkenyé. Érdekes adat, hogy a mohácsi vész utáni időszakban több faluval együtt az esztergomi érseknek fizetett. Megjegyzem, mások viszont a Csanádi Egyház megyéből meg éppen a Váci püspöknek fizettek. A Váci püspökök a betelepítést azért is végezték, mert Berkenyen az oklevelekben említett néven Verebinye vagy Verekine a Váci püspök jobbágy faluja volt. Az elpusztult hely betelepítése 1718-ban, tehát az 1722-ben tartott országgyűlés erre vonatkozó törvényét követő tömeges betelepítés előtt történt. Altár Mihály Frigyes 1718-ban kapta a váci püspöki kinevezést, amikor nagy erővel nekikezdett a török hódoltság alól felszabadult egyházmegye szervezéséhez, melyhez gazdasági alapokra is szüksége volt. Így hát az elpusztult hely újra való telepítéséhez a szükséges munkaerő megszerzése adta a közvetlen indítást. A kitelepítések rendje a Római Szent Birodalom részéről is szabályozott volt, a betelepülésnek is megvoltak a feltételei, miszerint a települőket bizonyos kívánságok illették meg. Ez a betelepülés részben szervezett, részben szervezetlen volt, mely a budai hegyekben és a Dunakanyarban egyaránt végbe ment. Az alapító okiratban a falu neve Frankenwald. A betelepítés Frankóniával kapcsolatos, a betelepülőkhöz köthető családok neveiből négyet ismerünk, akik talán csak a toborzás, utazás és a letelepítésben játszottak szerepet. A würzburgi, illetve a mainzi püspökség területéről érkeztek az első telepesek. Valószínűleg Ulmban ültek egy speciális hajóra, gondolom ez éppen azért van itt, melyben Bécsig vagy Budáig, esetünkben valószínűleg Verőcéig utaztak, ahol mint gyalog vagy szekéren juthattak tovább. A saját szülőföldről ide való eljutás akár két hónapig is eltarthatott. Az első lakosok között lehettek frankok, svábok és bajorok. Az identitásra vonatkozó öntudat azonban a sváb nemzetiségben önállósult. A falu központja a forrás, a Nepomuki Szent János szobor környéke lehetett. Pontosabban a Morgótefa és a forrás között az első világháborús emlékműig terjedő területet jelölhetjük meg. A szerző részben a püspökök váltakozása szerint Altár Mihály Frigyes, Altár Mihály Károly püspökök személyéhez kötve, részben pedig az ezek hivatali idejéhez kötött szerződések szerint tárgyalja a falu történetét. 1770 fordulópontot jelent, mert ettől kezdve maga a király szabályozta a földesúr és az alattvalói között történő adózás rendszerét. Jogállásukat először 1722-ből származó telepítő levél határozta meg. Az adómentesség 1726-ban járt le. A nógrádi anyakönyvek sajnos a lakosság származási helyét nem őrizték meg, a halottak anyakönyve pedig igen hiányos. Ezért az első 60 év történetére vonatkozóan megbízható statisztikát nem szolgáltatnak. A származás helyének megjelölése egyetlen esetben történt, erről hallottunk. Ez pedig nem más, mint Neubrunn, mely a würzburgi püspök birtoka volt. A települék jó része talán innét származik. Ezen felül máshonnét is jöhettek, így például a Passaui Egyházmegye területéről is. Valószínűleg a budai hegyek között megtelepülők és a Dunakanyarban élők közül is jöttek erre a helyre. A falu lakói jobbágyok voltak, de zselérek is éltek közöttük. Családszerkezetük többnyire az 1-3-ig terjedő gyermekes család, valamint a rokoni szálakon alapuló nagycsalád volt.
Életkor tekintetében a 60 évet jelölhetjük meg átlagosnak. Nehéz munkával kellett foglalkozniuk, hiszen a püspök az erdőgazdálkodást jelölte meg fő feladatukként. Erre jellemző az állattartásuk is, miszerint igás állatokat tartottak, így például ökröt is. Alkalmas, mint a fák, ugyanis a verőcei uradalomhoz kellett szállítaniuk, de akár cselőtére is kellett menniük. A falu gazdasági élete a fellendülés képét mutatja. Már az 1718-as szerződés is biztosította számukra a szőlőtelepítés lehetőségét. A szőlőművelés a 18.-19. század fordulóján alakulhatott ki, melynek során egy-egy család másfél-két hektoliter bort tudott előállítani. A dohány termelése valamivel hamarabb kezdődött és szintén jelentős volt. 1733-tól Molnár mester is ismert a faluban, mivel a püspökkel kötött szerződés értelmében malom építésére is lehetősége volt a közösségnek. Gazdasági sikerüket jelzi, hogy 35 évvel az első telepesek megérkezése után új települést alapítottak, mégpedig a ma is meglévő Szendehelyen. Kovács, Mészáros, Varga, valamint Takács is volt a faluban. A bábasszony valószínűleg Nógrádból járt át. Hadd jegyezzem meg, hogy a bábasszony az bizonyos értelemben szakrális személy volt, szent személy, ugyanis ha nem tudták elvinni a születendő gyermeket megkereszteltetni, akkor a bábasszony végezte, tehát a keresztelése is ki volt oktatva. A bíró és az esküdte kiválasztásában a végső szót az uradalom mondta ki. A bíró mellett 4 esküd volt, pecsétjükben 3 ágú növény, mint ahogy itt is láthatjuk a címeren, berkenye vagy rózsa található. Ez az ábra a pecsétben használatban volt még a 20. század elején is. A bíró a falu képviselete mellett főként pénzügyi feladatokat látott el, ő intézte az adókkal állami megyei egyházi kapcsolatos teendőket. Berkenye érdekessége az úgynevezett pipaadó, melyet a dohányosok fizettek. Az első telepesek kereszteket emeltek, majd pedig 1723-ban fából a nógrádi plébános segítségével is templomot emeltek, mely 1777-ig szolgálta valamilyen formában a közösséget. A könyvben templom leltárakat is találunk, olvashatunk. 1759-től létezett a keresztény tanítás társulata, mely a nagyszombati zsinat nyomán jött létre, és II. József rendeletére szűnt meg. Kordások is voltak, vélhetően ferencesek. Hát azért is valószínű, mert látszott, hogy a ferences kolostor volt. A mai templom építésének előkészítését 1760-ban kezdték, mely végre 1778-ban elkészült. Mindmáig igen komoly értéket képvisel. A szerző is kiemeli, kiváló értéke a mellékoltár, angyali üdvözletet ábrázoló képe, de hadd mondjam, hogy a főoltár kép is eléggé különleges, nem tudom, hogy ebből az ikonográfiai típusból mennyi lehet Magyarországon. Történik ez olyan módon a Szent Keresztnek a tisztelete, hogy a Szent Arc is rajta van, ez pedig egy különlegesebb ikonográfiai típus. A könyv külön értéke, ugye, hogy névtárral is zárul, az igen nagy munka lehetett összeállítani. Nagyon nagy értéke, hogy eredeti nyelven és fordításban közöl forrásanyagot, ezek közül kiemelkedik az okleveles anyag, 1390-es, és a szerződések. Így a munkában találunk házassági szerződést, valamint végrendeletet is.
Az újkori narratív források között első helyen olvashatjuk az 1791-es Bekemáton féle leírást latin és magyar nyelven egyaránt. A házassági szerződés azért bírt nagy jelentőséggel, mert a halandóság nagy volt, ennek következtében egy férfiúnak több felesége lehetett, ami az egymást követő házasságokból származó utódok esetében fontos volt az öröklés rendjének meghatározása miatt. A források közlése miatt a szerző munkája túlmutat a falu történetén, mert ezen dokumentumok közzététele mások számára is hasznos lehet. Hogy mivel ez a könyv feltárja a Váci Egyházmegyében történt egyik legkorábbi telepítés és a falu első 60 évét, ezért összehasonlítási alapként szolgálhat más települések, így például Becsés, vagy Dunaharaszti, vagy egyéb más települések történetéhez is, amely szintén élet eredetűek. A szerző tájékozott a korabeli gazdaságtörténet, a társadalmi élet egyes területein, az iskolatörténetben is, és nem hanyagolja el a lakosság vallásos életének legfőbb megnyilvánulásait sem. A szerzővel már régóta találkoztam, most ismét megadta a jóslatot, hogy találkozhassunk egymással. Több könyvet írt, és azt kell mondanunk, hogy olyan múlttal rendelkezik, amely méltóvá teszi arra, hogy magas szinten, alkalmassá teszi arra, hogy magas szinten megírjunk egy falu történetet. Köszönöm szépen a figyelmet! Hát úgy gondolom, hogy aki hallgatta, még elhallgatná Püspök atyát egy jó darabig, és tényleg nagyon helyes, hogy őt kértük fel, és ő vállalt el, hiszen nagyon szakavatottan foglalta össze a szerzőművét. Most pedig a szerzőnek is adunk szót, hogy mondják a gyermekét, amit a világra hozott, hogy milyen körülmények között, hogy hozta világra, és hogy milyen kapcsolatok fűzik hozzá, illetve mit szeretne még megosztani velünk. Igen, más szolgálatot is el kell látnom, kénytelen vagyok elpusztulni. Most? Most, igen. Akkor egy pillanat, mert szeretnék egy tisztelet példányát adni. Ez a kiállom, nem tudom, hogy még addig egy rövid dedikálásra van időközben, vagy monogramra, vagy majd valamikor egy monogramot azért kérem az egyfőkről, majd akkor megoldják egymás között. Jó. Nagyon szépen köszönöm is. És húzódok, szeretnék egy könyvvel is kedveskedni, hiszen az elődeink Váci püspököt megfogadtak sok mindent, igen, és akkor a szerzői a szó. Tisztelt ünneplő közönség! Hát sok mindent csináltam, de hogy elszültem a könyvet, ezt mondjuk azt, hogy csináltam a könyvet, még egy stimmel. A tisztelt ünneplő közönség, ha valaki eddig kételkedett volna, hogy micsoda ereje van a múltnak, vagy nincs ereje a múltnak, azt hiszem a mai nap alapján biztos, hogy elveti ebbe kételkedését. Főképpen, hogyha körbejárja mondjuk Berkenyét, látva azt az építkezést, és itt végighallgatva az eddigi műsor. Pontosan egy évvel ezelőtt kaptam egy levelet a jegyzőasszonytól, hogy hát jövőre jubileum lesz. Ugye Berkenyének nem csak az a jelentősége, hogy
ahogy az elejék is építkeznek, építenek állandóan, hanem művelik is a múltjukat. Ennek a bizonysága az, hogy erről a kis faluról legalább 6 kiadvány létezett eddig, mielőtt én ezzel elkezdtem a foglalkozni. És meg kell mondanom, hogy a megkeresés után azt jeleztem, hogy mindenképpen megtiszteltetés és öröm. És itt többen már személyes indítatást sokat elmondták a mai napval kapcsolatban, úgyhogy úgy érzem, hogy nekem is el kell mondani, hogy ezt a könyv nem csak szakmai kihívás volt számomra, hanem talán a nevemből is sejthető, személyes indítatást is jelentett, hiszen gyerekkoromban, hogyha nagyon megharagudtak rám a akkori szülőfalumban, akkor azzal zavartak el, hogy bennél biztos Svábország. Ez a szomszéd falu volt a Sváb. Tehát akkor azt hiszem, hogy érthető, hogy úgy kezdtem hozzá, hogy érzelmek is vezéreltek. És ugye elhangzott, hogy egy könyvnek az elkészítése mihez kötődik. Azt szeretném elmondani, hogy most látva a könyvet, most is megerősödött bennem az a vélemény, hogy egy könyv olyan, mint egy Schuster-szék. Három lábon. Hogyha valamelyik sáv rövidebb vagy rossz, billen a dolog. Na most itt én úgy érzem, hogy így első blikre helyén van a dolog. Ez a három dolog, hát mindennek előtt a kiadó, akinek eszébe jutott, hogy kell egy könyv. És hát végigkövette a könyvet. Az a kiadó viszonylag sok könyvet csináltam, és meg kell mondanom, hogy ilyen odafigyelést, ilyen gondoskodást, ilyen jó értelemben sürgetést, ilyen jó értelemben segítséget kevésen kaptam. A másik persze kell a szerző, aki ezt megírja, és hát hogyha hallgattam, ez szerint nem rossz. A harmadik pedig kell a nyomda. Ahogy én láttam, szerintem nagyon méltó kis kiadvány született a többiek sorába. Mikor Berkenyénknél megérkeztem egy fél órával a rendezvény előtt, megint körbe mentem Berkenyén, és valahogy egy szó jutott eszembe, ez a tisztelet. Tisztelet a múlt felé, visszafelé, azok felé, az emberek felé, akik a volt forrásnál letették a batyút és grüzgrot mondták, és összegyűltek. Akkor itt erdő volt mindenhol. Még egyszer megköszönülték a fejszét, és elkezdték kivágni a mai Petőfi utcának a helyét. Na most azt szeretném mondani, hogy a semmiből csináltak egy olyan falut, amely túlélt olyan megrázkódtatásokat, amelyekről hallottuk. Tehát a múltnak az ereje megnyilvánult abban is, hogy bármi megpróbáltatás érte a falu, képes volt talán ezeknek az előröknek az erejéből is újra megtapaszkodni, sőt, hát majdnem, hogy olyan faluvá válni, amire szeretnek az emberek bevenni, és emlegetik, hogy hát Berkenyén. A tisztelet tehát egyrészt az ősök, az elődök felé, de nekem a tisztelet a mai Berkenyének felé is. Azért tisztelet, mert amikor ez a 300-es évforduló közeledett, valahogy a falu, mintha kezdett volna megbújulni. Tehát megmozdult. Tehát az építkezések, a könyvkiadások, és hát olyan emberek, akik nem tűzték a mellükre, ahogy most Berkenyén dolgoznak, de minden nap tettek valamit, és egyszer csak olyan értékek teremtődtek, olyan emberek jöttek össze, én nem akarom elmondani, mert hiszen mindenki ismeri, hogy az ember szívesen jött, most magamról mondom, mindig szívesen jöttem, hogyha valami miatt meg kellett beszélni valamit. A kutatás történetről
Egy pár szót azért szeretnék mondani. Amikor fölmerül, hogy könyvet kellene csinálni, ugye nincs semmi. Hát, milyen legyen ez a könyv? Mások ugye jelent meg elég sok kiadvány a faluban. És akkor én mondtam a jegyzőasszonynak, hogy ne próbáljunk túl nagyot vállalni, a 300 évet nem tudjuk átfogni, ráadásul az egy év, ugye erre kevés, ráadásul született már Berkenyéről egy történet. Én azt mondtam, hogy talán ez illene, ez a 60 év. És ezt úgy gondolom, hogy ez becsületre végig lehetett csinálni. Újat tudunk mondani, azért mindig többet számom veszek, mert egy könyv nem csak a szerző. Újat tudunk mondani Berkenyen 60 évéről. És ez a 60 év alapozta meg. Ez a 60 év, mikor megépült a kőtemplom, akkor tölt el, hogy Berkenye marad, és előtte elég nagy volt a jövés menés, meg a nehézségek is, amiről majd olvasnak. Befejezésül egy dologról szeretnék, mert itt mindenki érintette, és úgy érzem, hogy nekem is kell. A honnan jöttünk? Hát elérték, hogy ez nagy energiát fektettem bele, már a magam életében is. És miért nem tudunk erre válaszolni, hogy honnan jöttünk mindenki? Nagyon kevesen tudják azt mondani, hogy a 10 nemzedék után megmondja, hogy honnan jöttünk. Azért azt vegyék figyelembe, hogy akik eljöttek abból a hazából, ebbe a hazába, azért bizonyos kényszerből is jöttek. Tehát szerették azt a hazájukat, de amikor idejöttek, ők egy új hazát, azért jöttek el, mert új hazát kerestek. És meg is találták. Hát amikor 1900 a Mahlenkirch robot, majd utána, arról nem is volt szó, a kitelepítések során a németeket vitték el, bizony sírva borultak le határállomáson, mert nekik ez volt már a haza. Amit jól mutat a mai napnak egy kapcsolódása is, az október 6-a, ugye, mert 1848-49-ben épp a németség volt az egyik olyan nemzetiség, amelyik legnagyobb arányban állt a magyar forradalom és szabadságharc mellé. A honnan jöttünkre, én is azt tudom mondani, amit a jegyzőasszony felvezetőben mondott. Tudjuk, hogy melyik a nagy terület. Ha valaki a családját akarja kikutatni, már valahol ott kell keresni. Ez akik itt vannak 300 év után. Akik pedig a környező településekről települtek át, Soroksár, Dunaharaszti, Visegrád, Dunabogdány, azoknak ott kell továbbvinni. De én azt mondom, hogy ha valaki nem is fogja megtalálni a konkrét ősét, aki letelepedett, azért én úgy gondolom, hogy abban biztos lehet, hogy azon az Ulmer Schachtelen, amint eljöttek Verőcéi, visszamehet Ulmig, és megnézheti Frankországot, vagy nem is tudom, hogy lehetne lefordítani Magyarországot, Frankóniát. És akkor úgy érezheti, hogy otthon van. Azzal zárom a soraim, vagy a bevezetőmet, hogy olvassák ezt a könyvet egyrészt szeretettel, de olvassák kritikával is jutott szemben, és hát ha akad, aki tovább írja, mert amennyire érdekes a betelepülés és az előző 300 évvel ezelőtti történet, legalább annyira érdekes, ami azután történt. De az a sikertörténet, amit a püspök úr említett, ami 1778-tól tart a Mahlenkirch robotig, az egy külön feltetőben. Én jó könyvolvasást kívánok mindannyiunknak. Köszönöm a figyelmet!
gondolom, hogy elég mélyen is betekintést nyertünk a 300 évvel ezelőtti viszonyokba. Ezért tisztelet példányokat szeretnénk átadni többeknek, azért, hogy megismerjék majd a könyvet. Kérem a két nemzetiségbe ruházatra öltözött leányunkat és a nemzetiségi önkormányzat részéről Matikát, hogy jöjjön ide a két leányzó, és a Matika is fogjuk ide. Először ünnepélyesen a szerzőnek szeretnék átadni egy tisztelet példányt. Alpolgármester urat is kérjük, hogy legyen át egy példa. Csulák Martin képviselő urat is kérnék, hogy jöjjön. Én Viktor kérnék szépen, aki a Nemzetiségi Önkormányzat tagja is tanulott is. A legjobb díszpolgár.
majd Schmidt Szilárdnak, a Fodó Szövetkezet vezetőjének, nem tudom mondani a tárgyat. És kedves videósaim készítették azt a képet, ami a hátlapon található, tehát mind a kettejüknek szeretettel áldozunk egy olyan könyvet. Az én nőkről nem tudom, nincs itt senki, ugye? Jó. Akkor végül is majd a többieknek még akkor fogjuk adni. Most nincsenek itt, és akkor az énekkel kérjük, hogy két-három énekkel zárjuk le most ezt a részt, és utána az újra kiadott Schwab szótáról röviden adunk tájékoztatást. Amen.
kedves jelenlévők! Az elmúlt évben a Berkenye és Lábszótár és Múlt idézés című könyvünknek olyan nagy keletje lett, hogy mind a 400 példány, mert az elmúlt évben elfogyott. Ezért sor került az újranyomtatásra, mégpedig kétfajta verzióban. A hangos CD mellék, mivel a hangos CD melléklet is elkészült, megvásárolható CD-vel együtt, CD nélkül, és külön a CD is, hogy akik már az elmúlt évben megvásárolták, hozzátehessék, és így a Nusi néni hangján hallhassák autentikus sváb előadásban ezt a mi 300 éves nyelvünket, hogy így mondjam. Megkérem Nusi nénit, hogy egy pár mondatban mondja el érzéseit, azt, hogy mióta megjelent a könyvünk, mit tapasztalt. Kérem tehát, mondja el. Alig tudok szavazni. Mert ezt nem gondoltuk tavaly, hogy ilyen hamar el fog kelni ez a 400 példány. Őseink szeretete és a reájuk való emlékezés ez indított arra, hogy ne feledjük el az őseink nyelvét. Nagyon-nagyon szomorú, hogy már nem beszéljük a nyelvet. Én jó magam 74 éves vagyok, alig tudok már svábul, és az, hogy a szomszéd asszonyom, meg a szomszéd Józsi bácsi, a musnéni meg a Józsi bácsi, ők, akik tartják bennem még azt a erőt, hogy velük tudjak társalogni. Én még egyszer nagyon megköszönöm mindenkinek, és nagyon örömmel töltene el, hogyha egy kicsit úgy visszaérezném azt, hogy a sváb nyelv újra élet. Nagyon hasonló ugye a német nyelvhez, és nem nagy a különbség, és ezért könnyen a gyerekeinknek, unokáinknak is meg lehet tanítani. Én még egyszer nagyon megköszönöm, és nem is találok szavakat. Vegyétek a könyvet, és olvassátok, és gyakoroljátok a nyelvet. Köszönöm szépen! Annyival egészítenem ki, hogy Nusi néni a gyűjtő munkát azt folytatja, tehát az előző évi kiadásainkhoz képest még gyűjtött szavakat, ezek a szavak még bekerültek az új kiadásba, tehát még pluszba több szóval ismerkedhet meg az olvasó. És a ragadványnevek ugye azért alakultak ki, mivel voltak olyan családnevek, amiből elég sok volt, és keresztneveket sem alkalmaztak túl sok variációban, ezért nagyon sok egyforma nevű ember volt, és régi vágyunk volt, hogy valamelyik könyvbe bekerüljenek ezek a ragadványnevek, hogy mely családokat hogy hívtak, hiszen meg kellett, hogy különböztessék a Fuchsokat, a Germanokat, a Hafnerokat egymástól, és nagyon örülünk, hogy egy oldalt nem tudtunk szorítani ebbe az új bővített kiadványba, ami 8 oldallal több, mint a másik, az előző, tehát 208 oldal, és egy oldalt be tudtunk szorítani, és így ezáltal meg tudtuk örökíteni a ragadványneveket is, de egyébként ezt az oldalt ott kinagyítva láthatják. Úgy gondolom, hogy már, ahogy Nusi néni is mondja, aki még ismerte ezeket a ragadványneveket, a 90 évesek vagy azon túliaktól gyűjtöttük össze, tehát ezért is szerettük volna, hogy meg mielőtt ez a feledés homályába merül, ez megörökítésre került, és hála Istennek sikerült. Még az rövidesen tehát megkezdődik az árusításunk. Kérek mindenkit, hogy ne menjenek haza, hiszen készültünk vendéglátással, sós édes süteményekkel, mindenki fogyasszon egy kis süteményt, fogyasszon italt, kérek mindenkit, hogy ne siessenek haza, és közben majd itt árusítjuk a kiadványainkat. Elmondanám, hogy milyen kiadványokat milyen árban árusítunk. Még a Schmidt József Berkenye története című könyvünk az 1500 forintos áron kapható, és ugye a
Schwab szótárból kétfajta kiadványunk van, az egyik, ami önmagában, másik, ami CD-vel együtt, ami önmagában van, az 2000 forint, ami, mert az első kiadványunk az olcsóbb volt, de ahhoz támogatást kaptunk, ehhez már sajnos nem, ezért 2000 forint az ára, és amiben CD is van, az 2200 forintos ár, és külön a CD-t is 500 forintért meg lehet vásárolni, hogy meghallgathassák ezt az autentikus nyelvet, akinek már van könyve. És természetesen a szerző úr dedikálja az új, most megjelent Berkenye történetének első 60 évéről szóló kiadvány, ez szintén 2000 forintos áron kapható. Kérem tehát, akkor most ezzel a könyvemutatónak vége. Igen. És kérem tehát, akkor ne sérjenek haza, fogyasszanak egy kis édességet, üdítőt, és közben elkezdődhet az árusítás.